Ez egy 10 kiló trófeasúlyú szarvasbika. A trófea bemutató kiemelkedő része volt a kaposvári állattenyésztési napok programjainak. Fazekas Sándor látogatása során a szakmai programokon a vidék megtartó erejének fontosságát hangsúlyozta. Ennek kulcsa pedig a megtermelt áruk helyben történő feldolgozása és a közvetlen piaci értékesítés, hangsúlyozta a miniszter. Így kimarad a kereskedelemnek a közvetítő haszonkulcsa, a szállítás, a logisztika és reklámköltségek is megtakaríthatóak a termelő magasabb jövedelmet élvezve. Szinte minden héten nyitunk gazdapiacokat, és jó pár olyan feldolgozó kapacitás is létesült az elmúlt időszakban, ami a magyar élelmiszeriparnak kis és közepes méretű élelmiszeriparnak az erősödését mutatja. Fazekas Sándor szerint a vidék megtartó erejét szolgálják az ilyen szakmai rendezvények is, mint a kaposvári állattenyésztési napok. A 6. alkalommal megrendezett állattenyésztési napokon idén nem csak a megszokott tenyészállat kiállításokon, lovas programokon, hanem fejési és nyírási bemutatókon is részt vehettek a látogatók. Így készül fel a bemutatókra egy Holstein Fríz, szemmel láthatóan békésen tűrve a megpróbáltatásokat. A szépsége mellett a rendkívül jó tejelőképességéért tartják ezt az állatot. A kicsiket a fejés mellett az állatok rengetege is elvarázsolta. A rendezvény célja, hogy megszerettesse a közönséggel is az állatokat, a vidéki életmódot és mindazt, ami a mezőgazdasághoz köthető. Aki városban van, az nem látja nagyon az állatokat. Az élő állatok felsorakoztatása mellett vad és halételek rotyogtak a bográcsokban. Immár hagyományosan főzőversenyen mérettették meg magukat a jelentkező csapatok. Mivel nem képzett séfek versenye volt az idei sem, kollégáink is fakanalat ragadtak, megmutatva, milyen az igazi Somogy TV-s vadpörkölt. A fűszerezés is fontos, olyan fűszereket kell használni, amelyek az erdőben is megtalálhatók, mert hogy a szarvas is az erdőben él. Így borókabogyó és egy csipet vargánya is belekerült a vörösboros vadpörköltbe, amit zsemlegombóccal tálalt televíziónk csapata. A zsűri szívét azonban egy saját költeménnyel is megpróbálták megpuhítani. Bejártuk a rengeteget, mire emenemes vad elesett. Hembergettük borban, spálinkában, így vettük rá az életmódváltásra. Ez a sok munka végül meghozta gyümölcsét, bronzérmes helyen végzett a Somogy Televízió csapata. A szakértő zsűri szerint évről évre jobban főznek a somogyi alkalmi szakácsok.